Krekó Péterrel folytatjuk, a Political Capital igazgatójával. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Én azt ígértem a híradó végén, hogy megfejtjük azt a talányt, hogy Klinghammer István államtitkára még, vagy csak úgy hiszük. Nem tudom, vannak erről információ, vagy az elemző is csak találgat? Azt hiszem, hogy itt mindenki szinte csak találgat ebben a kérdésben. Ami jól látszik, hogy gyakorlatban, mintha Klinghammer István már nem funkcionálna államtitkárként abból a szempontból, hogy készített egy olyan stratégiát, amit mintha a kormányülésen teljesen figyelmen kívül hagytak volna, vagyis egyes részeit különböző tárcákhoz küldték véleményezésre és hatástanulmányok készítésére, illetve Parag László, az iparkamara elnök, az egyetlen, aki egyébként a felsőoktatási kerekasztalon ellene szavazott a stratégiának, ő állt ki a miniszterelnökkel beszélni a felsőoktatási jövőjéről. Ez szerintem egyértelmű jelzés azt illetően, hogy politikailag mozgástere a felsőoktatási államtitkárnak nem nagyon maradt. Ezt folyamatosan kérdezem, és igyekszem választ találni arra a kérdésre, hogy mi köze van az iparkamara elnökének a felsőoktatás kérdéseihez. Tehát most ennyi erővel sok-sok kamarai vezető, az ügyvédkamara elnöke is beleszólhatna, mert ő meg a jogászképzésért felelhetne. Ráadásul a felsőoktatás jelentős része olyan terület, aminek nincs közvetlen köze az iparhoz. És ebből a szempontból ez egy különösen jó kérdés. Erre én sem nagyon tudom a választ, de az sajnos módon jól látszik, hogy a felsőoktatás átalakítás az egy olyan koncepció mentén történik már a ciklus elejétől kezdve, amiben mintha olyan szempontokat akarnának érvényesíteni, és olyan szereplőket akarnak bevonni, akik alapvetően idegenek az ágazat. Vagy hát arra gondoltuk, hogy ők lennének a megrendelői a felsőoktatásnak? Tehát, hogy az iparkamara elnöke úgy gondolhatja, hogy ő tudja, hogy 10 év múlva hány kohó mérnökre, építészmérnökre, és mit tudom én, gépszerelőre van szükség, és akkor ennyi mérnök elég lesz, a többi menjen gépszerelőnek? Gondolhatják ezt, csak az a probléma, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ezeket a folyamatokat jobban előre látják egyébként ezek a szereplők, mint az oktatás egyéb tervezői, és alapvetően azért tényleg azt mondhatjuk, hogy a felsőoktatás jelentős része az olyan tudást ad, amelynek nincsen közvetlen, kézzelfogható, az ipari termelésben megragadható haszna, és ezt el kell fogadni. Én azt gondolom, hogy ami nagyon jellemző erre a kormányzatra, és ez sokszor retorikai szinten is megjelenik, hogy a felsőoktatásra úgy tekintenek, mint valami olyan területre, aminek rögtön azonnal kézzelfogható, és mondjuk az ipari termelésben megragadható haszna kell, hogy legyen. A focira is így tekintünk, tehát épül a stadion, miért nem jut be a válogatott a VB-re. Igen, csak a felsőoktatás az egy kicsit más terület, és azt hiszem, hogy van egy olyan, tehát az felsőoktatás egy olyan terület, ahol ha az autonómiáját nem tisztelik valamilyen szempontból ennek az ágazatnak, akkor az nagyon könnyen és gyorsan a minőség rovására mehet. Nem minden képzéssel, aminek rögtön egyik pillanatra a másikra érzékelhető haszna van. Más oldalról valószínűleg nem véletlen az, hogy a legfejlettebb országok világszerte, de különösen Európa szerte, arról ismerszenek meg, hogy nagyon sokat költenek a felsőoktatásra, akár a GDP 1,5-2%-át is. Magyarországon ez az arány inkább olyan 0,5% köré kezd beállni, és a trendek pedig abban a szempontból nagyon kedvezőtlenek, hogy még Nyugat-Európa legtöbb országában azért általában növekszik az az arány, amelyet felsőoktatásra fordítanak, és ennek általában mégis van a hatása a gazdasági növekedésre, mintha Magyarországon ez az arány inkább visszafele menne, csökken a felsőoktatásra fordított források értem aránya, és a képzésben résztvevő diákok száma. Ebből a szempontból én azért azt gondolom, hogy ha a gazdasági növekedés, akár az ipari növekedés szempontjait nézzük, lehet, hogy jobb lenne többet áldozni a felsőoktatásra, és nem nagyon rövid távú célok mentén rángatni az ágazatot. A foci analógiát én azért hoztam, mert mintha mindennel kapcsolatban így állna ez a kormányzat. Tehát most bizonyos dolgokat lépünk, és várjuk azonnal az eredményt, és meghökkenünk, hogyha hirtelenjében nincsenek meg az eredmények. És ugye a felsőoktatást is 3 éve rángatják, amikor a diákok egy kicsit felszólalnak valamiért, akkor visszakozik a kormány, majd szépen lassan, óvatosan lépdel tovább. Klinghammer István ugye pont azért került a képbe, mert a diákok szólni mertek, meg a rektori konferencia is, hogy bizonyos dolgok nem működnek, ezt így nem lehet. És akkor Klinghammer István mintha készített volna egy koncepciót. Erre most ki lehet mondani, hogy az a koncepció, ami a szakma, a hallgatók, az oktatók, a rektorok véleményével nagyjából megegyezett, vagy legalábbis azt mondták rá, hogy ez egy szakmai vélemény,
az megbukott? A rektori konferencia elnöke úgy fogalmazott, hogy ez nem tökéletes stratégia, de legalább kiszámítható feltételeket teremtene a felsőoktatásba. Ezek a kiszámítható feltételek azok, amik leginkább hiányoznak a ciklus kezdete óta, és most úgy látszik, hogy ebből a stratégiából semmit, vagy szinte semmit nem fog megvalósítani a kormányzat. Én úgy látom egyébként, hogy a miniszterelnök egy éve látszott visszavonulást végzett, vagyis kicsit kevesebb, mint egy éve a hallgatói hálózat és egyéb demonstrációk hatására. Úgy tűnt, hogy enged a követeléseknek, de valójában a hallgatói hálózat hat pontjából, amit egy ideig a hallgatói önkormányzatok is magukénak vallottak, maximum kettő teljesült. És a két alapvető cél, amelyet a kormány kitűzött maga elő, hogy csökkenjen a felsőoktatásban résztvevők létszáma, illetve csökkenjenek a források, amelyeket ráfordítanak, ezek alapvetően teljesültek. Én úgy látom, hogy ezen a területen is egyfajta oszd meg és uralkodj elvet érvényesít. Az igaz lehet, hogy az igazi konfliktus sikeresen. Klinkhammer István és mondjuk Orbán Viktor, hogyha van ilyen konfliktus között, az lehetett, hogy a kormány koncepciója szerint 10 000 főre kell az államilag finanszírozott diák keretet, a diákok létszámát csökkenteni, és Klinkhammer István pedig egy ennél megengedőbb változatot adott be, amelyik akár még azzal is számol, hogy folyamatosan növekszik, hogy a gazdaság ereje növekszik az államilag finanszírozott diákság száma. Könnyen elképzelhető, bár én úgy látom alapvetően, hogy ezek a keretszámok, vagy hívjuk őket akárhogy, mert végülis a logika az maradt. Ezek igazából nem a legfontosabb mutatói annak, hogy hányan vesznek majd részt a felsőoktatásban. Amit a kormány csinált előző körben, az az, hogy engedékenyen azt mondta, hogy rendben, akkor legyenek azok a keretszámok, amelyeket a hallgatók szeretnének. Szinte fel van véve mindenki, mondták. Szinte fel van véve mindenki, de hogyha mellette kevesebb pénzt rakunk a felsőoktatásba, akkor ez egyet jelenthet, hogy ezek után az egyetemeknek, felső oktatási intézményeknek meg kell válniuk a hallgatóktól. És ezek után az kormány és az egyetemek, illetve a kormány és a hallgatók közötti konfliktus, az áttevődik az egyetem és a hallgatók közötti konfliktusra. Ami szintén egy általánosnak tűnő kormányzati taktika, tehát ne magára húzza, ugye lásd, de vizahiteles kérdés is így zajlik, ne magára húzza a kormány a döntés és a finanszírozás felelősségét, hanem akkor majd mások megoldják. Az, amit az ellenzék mond, hogy ha ők kerülnek hatalomra 2014 tavaszán, akkor az első év mindenkinek ingyenes lesz. Tehát bárkit felvesznek, aki egyetemre, főiskolára akar menni, és onnantól kell kezdeni teljesíteni, és majd akkor kiderül a második évtől, hogy kinek mennyit kell fizetni annak függvényében, hogy tanul. Ez reális? Ez finanszírozható? Attól függ, hogy utána hányan mennek tovább úgy, hogy az állam finanszírozza a tanulmányaikat. Én azt tehát gondolom, csupa jó tanuló összedönti a rendszert? Hát én azt gondolom, hogy ez csak úgy működhet ez a rendszer, hogyha valamiféle relatív teljesítménykritériumokat alkalmaznak. Magyarán a legjobb 10-20-30% az, aki mondjuk tovább tanulhat olyan módon, hogy az állam finanszírozza. Én azt hiszem, hogy lehet ez egy finanszírozható rendszer. Ami én azt gondolom, hogy egyébként sok átalakításra egy hely lenne a felsőoktatásban. És lehet, az sem ördögtől való gondolat, hogy lehet, hogy túl sok a felsőoktatási intézmény, az viszont egy komoly probléma, hogy én úgy látom, hogy mintha az antiintellektualizmus egyfajta kormányzati szintre emelkedett volna, az értelmiség, ellenesség. Ezt retorikai szinten is gyakran tapasztaljuk, és ezekben az intézkedésekben is ez tükröződik vissza, mintha az egyetemi oktatást egyfajta ilyen felesleges dolognak tartaná a kormány, és a miniszterelnök stratégiai vízióként egy olyan célt fogalmazott meg, amelyet egyébként Európa szerte sehol nem láthatunk megvalósulni, ez pedig az önfenntartó felsőoktatás. Ha a felsőoktatásra nem akar a kormányzat áldozni, akkor annak szerintem közép-hosszú távon nagyon kellemetlen következményei lehetnek, és ebből a szempontból azt gondolom, hogy lehetnek különböző jó átalakítási koncepciók, akár ez is elfogadható lehet. A legfontosabb cél azt szerintem, hogy kiszámítható feltételeket kell teremteni, és a finanszírozás kérdését valamilyen szempontból rendbe rakni. És ez már nem csak a felsőoktatásról szól, és ez nem minden másról ebben az országban. Krekó Péter, köszönöm szépen. Jön a híradó után pedig a kormányzat és a devizahitelesek kapcsolatáról, kérdésköréről beszélünk egyebek mellett Rétvári Bencével majd.